lehet, hogy tudtok, vagy lehet, hogy nem, vagy nem tudom. Vezetjük a párt, ugye? Gergő az elnök. Igen. Ez egyik új. Most ugye múltról inkább nem, azt tényleg így hosszú lenne. Ugye ami most... Tehát ugye alapvetően azt próbáljuk csinálni pártként, hogy minél több dolgot megcsinálni. Ugye ez valamelyest ellentétes a többi párt tevékenységével. Tehát hogy azokkal az ügyekkel, amikkel nem nagyon lehet mit kezdeni, annak ellenére, hogy tök jó lenne, mint egészségügy, meg oktatás, meg mit tudom, ezek annyira nem szoktunk foglalkozni, mert elmondhatjuk, hogy mi a baj, meg hogy tök jó lenne, de úgyse fog abból semmi se lehet. Próbáljuk olyan dolgokat keresni, amiket tényleg meg lehet csinálni. Mi akár egy növényültetés, vagy egy padlefestés, vagy valami problémára ilyen vicces módon felhívás, stb. Meg ami nekünk még tök nagy élmény volt, hogy vannak olyan problémák, amiket mi azért nem tudunk megoldani, mert az ilyen nagy horderejű, de el lehet érni, hogy az önkormányzat megcsinálja. És ez nekünk Zuglóban volt, ugye ott elindultunk a választáson először, ugye abból indultunk ki, hogy nem nagyon szeretik a politikusokat az emberek, és akkor a jelölt azt ígérte, hogy ha nyer, akkor nem megy oda, és akkor ezzel kapott is 7%-ot, akik bejött. De nem nyert, úgyhogy azóta már oda ment, és akkor ilyen rokkantak helyre, parkolt, meg így, stb. Szavargatott. De ami a tök érdekes volt, hogy tele volt minden szeméttel, nem tudom mennyire vágjátok Zuglót, ott az a csinekmenti rész, Fogarasi út, és rengeteg szemét volt, nyilván nem fogjuk összeszedni, és akkor megkérdettünk egy ilyen ja, és úgy tűnt, hogy itt ez a normális állapot, hogy minden tele van szeméttel, meg köbben összeszednék. De viszont az volt, hogy eléggé lepukkant volt a szemét. Tehát már lekopott a festék a kidobott izéről, meg a fotel oda. Kitört a lába. Kitört a fotel, és a lába, szörnyű volt. És akkor mondtuk, hogy felújítjuk. És akkor meghirdettük az egyik szeméthalomhoz a felújítást, ami ott volt évek óta, és aznap délre eltüntette az önkormányzat, ami a... Azt a részt. Ja, de nem volt bara, mert 50 méterről odébb találtuk egy másikat. Ezt felújítottuk, rendben adtuk, másnap azt is elvitték. És úgy tűnt, hogyha mi pörgünk az uglói szeméten, akkor eltűnik. És akkor azt csináltuk, hogy meghirdettünk egy ilyen nagy szeméthegy építést ott a körzetnek a közepére. És mire eljött annak a építésének a napja, addigra eltűnt annak a 200 méteres körzetéből a szemét. A maradékból csináltunk egy hegyet, azt is elvitték, de az a lényeg, hogy eltűnt teljesen a szemét. És tök vicces volt, mert a, nem is tudom, az MSZP-s vagy valamelyik jelölt ott utána kiment, és sajtótájékoztatón megígérte, hogyha megválasztják, akkor majd eltűnik a szemét. De pont addigra már nem volt ott szemét, tehát azt még nem vette észre, hogy így eltűnt a szemét. Na, tehát ez ilyen tök nagy élmény volt nekünk, meg Szentendrén is volt hasonló eset, most nem mondom el. Tehát az is tök jó, amire látjuk benne az önkormányzatokat. És akkor úgy működünk, hogy majd a szervezettségnek a minimális jeleit mutatjuk, tehát van az ilyen tematikus csoportjainknak vannak vezetőik, a növényültetésnek, meg a városfelújításnak, a videósoknak, amit tudom, sorolhatnám. És ugye akkor most lesz ez a választás, ezen szeretnénk, vagy hát el fogunk indulni. Ugye itt az a minimum, hogy 27 körzetbe össze kell, 106 körzet van, és 27-be össze kell szedni 500 darab aláírást. És akkor lehet, akkor lesz a párt neve rajta ugye a szavazólapon, akkor lehet rá szavazni. Úgyhogy ez valószínűleg meg lesz, de nyilván jó lenne azért minél több helyen. Mert ugye ez alapján van a kampánypénz is, tehát hogyha 27 helyen van, akkor 150 milliót kapnak, egy sávosan nő, mindenhol megvan, akkor 600-at. Amit mi kivét, ugye itt meg az van, hogy ugye azért szoktak az emberek pártot csinálni, hogy ellopják ezt a kampánypénzt. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy most ez annyira nem vicces, hogyha mi is ellopjuk, mert hogy mindenki ezt csinálja. És ezért az lesz, ezt jobban el tudod mondani, ezt a pályázatot. Hát, hogy mégis ellopjuk, mert más kommunikálunk. Nem az van, hogy akkor megcsináljuk ezt a Rózsa Sándor kampánypénzt tékozó alapot, megcsináljuk ezt a pályázatot, és megpályáztatjuk az emberekkel, hogy segítsenek elkölteni nekünk a kampánypénzünket. Most már egy ilyen 40-valahány pályázat érkezett is, nem tudom, hogy ti hozzátok eljutott-e ez a Rózsa Sándor kampánypénzt tékozló alap, mint olyan. Az nagyon fontos, hogy ez tényleg nem pártrikázott pénz, szóval nyugodtan hirdethetitek, még akár nem kutyapártosok is szívesen, vagy várjuk a pályázatokat. A helyi KDNP például. Vagy igen, a pártoknak is felajánlottuk, még pártok még nem pályáztak, de nagyon szeretnénk őket is támogatni, végre elkezdhetnének valamilyen közösségi célban gondolkodni.
mi is mindent ingyen csinálunk, ezért főként olyan pályázatok, vagy azoknak van több pontja, de ez a honlapon lehet látni, hogy milyen szempontokból pontozunk, ahol önkéntes munkára alapul valami, és főként csak anyagköltségre, vagy ilyesmire pályáznak, de mondjuk, hogyha itt a kelet szakember, mert olyan ötletük van, és annak adnának fizetést, vagy tiszteletdíjat, tehát az se kizárók. Nincsen témába leszűkítve, tehát rendezvénytől felújításon át, applikációt, érzékenyítő kampányt, tehát az élet a világon mindennel lehet pályázni, ami úgy gondolja az ember, hogy hasznos, szép vagy vicces, illetve ezek közül legalább kettő. Pályáztak mobil planetáriumra. Azt a nem egyértelmű, hogy mit jelent, de jó. Igen, elég vad ötletek jönnek, de azért az a tapasztalat, hogy nem hülyéskedik el az emberek. Tehát idiótaságokat is kitalálnak, a robot kurva szolgáltatás például egy Budapest belvárosában az egy eléggé elszállt dolog. Úgy generál nem ételt is. De végig gondolt pályázat ez is, tehát tényleg látszik, hogy meg akarja valósítani, nem tudom, majd a november 30 után van a döntés tervén, most nem tudom, hogy kik meg mennyien fognak nyerni. Egy-egy ilyen 3-4 milliárd forint értékben érkeztek pályázatot, ennél kicsit kevesebb. Úgyhogy ezt hirdessétek, létszíme november 30-a határidő. Még az, amivel lehet biztetni, az volt a cél, hogy azért egyrészt civilek is pályázzanak, meg a pártok, meg önkormányzatok, vagy tényleg bárki, akinek van ilyen, van jó ötlete és pénz kéne hozzá, de a legnagyobb célunk, vagy az volt a nagy álom, hogy rengeteg magánszemély is, tehát akik soha az életben nem is pályáztak, de vannak jó ötleteik, vagy a 12. F-osztály szülői munkaközössége, vagy egy Facebook csoport, tehát akik össze dolgoznak, meg szoktak együtt ötletelni, de sose gondolták, hogy egyáltalán valaha erre ők forrást kapnak. És egyre ilyenek az arányok, tehát nagyon sok magánszemély pályázik, mi segítünk ezeknek, meg ha megnézitek majd ezt az adatlapot, ez a világ legegyszerűbb pályázat. Tehát nem kell 100 helyre rohangálni mindenféle papírokért, nem 100 óra kitölteni ezt az adatlapot, tényleg azokat kérdezzük meg, ami ahhoz kell, hogy aztán tényleg meg is tudja márciusban valósítani ezt az ötletet az emberke. És most koncepcióval kell még pályázni, ez azt jelenti, hogy végig kell gondolni valami fajta költségvetés, de nem kell még mindenhonnan árajánlatokat benyújtani, meg ilyesmi, úgyhogy valóban ez a november 30 szerintünk tartható, tehát aki ma tudja meg, vagy akár két hét múlva még az is le tudja adni az ötletét, és akkor utána a második kör már bonyolódik, tehát akkor már részleteket is kérünk, meg segítünk mindenkinek. Tehát van egy ilyen nyilvános Facebook csoport, ahol már most föl lehet tenni kérdéseket, van az MKKP kampánypénz Gmail e-mail cím, ahol szintén segítünk, hogyha fölmerülnek kérdések, meg lesz egy csapat, aki egyáltalán segít abban, hogy tényleg eljussanak ezek a pályázatok a megvalósításig, de nem megrendelni, tehát nem a kutyapártnaktól kell megrendelni a dolgok megvalósítását, hanem most itt olyan embereket várunk, akik össze akarnak fogni, és tényleg meg akarnak csinálni. Hát, ha csak nem lép a Mészáros a fába. Hát még nem pályázott egyelőre, de hogyha pályázna és jó közösségi célt kitalálna, akkor az valószínűleg őnek is. Szétosztja a vagyonát. Segítséget kér arra, hogy szétosztassa a vagyonát, és egy jó pályázatot kiírjon rá, akkor persze segítünk benne. Úgyhogy ezek ilyen matricák, majd hagyok itt ezekből is. Valamennyit, mert van ilyen kisebb, és akkor tök jó, hogyha minél több emberhez eljut. Úgyhogy ez a kampánypénz tékozdó alap. Meg a másik, hogy ebben egyébként majd sok segítséget is várunk, tehát hogyha itt mint kutyapártosok segítenétek, meg bekapcsolódnátok ebbe a kampánypénzes csapatnak a munkájába, hát oda is szívesen várunk jelentkezőket, mert aztán persze majd ellenőriznünk kell a költést, a megvalósítást, rohangálnunk kell, és mondjuk tök jó az, hogyha nem mindenhova a Pestről szaladgálnak az emberek, hanem mondjuk ha innen pályáznak, akkor ti is tudnátok segíteni abban, hogy ez majd nézve legyen, meg nagyon örülnék neki, hogyha minden városban, ahol vannak kutyapártosok, azért a kutyapártosok is pályáznának. Persze ugyanazok a föltételek sajnos rátok is vonatkoznak, de tök jó lenne, hogyha kitalálnátok valamit, vagy lenne olyan ötlet, amit esetleg maga a helyi kutyapártos csapat pályázna meg, mert az meg mégis milyen menő. Hát igen, a füstfogó sűrű háló az valószínűleg egy ilyen dolog itt ajka fölött. Meg, igen, hát ennyi a kampánypénz pályázat, és akkor... Végre megvalósíthatjuk, hogy az erőműből cukor jöjjön. Ó, édesek! De valószínűleg miért nököket akkor fizetni kell ebben a cukorgyalmat felül, épp a föld mindenkel. Na, jó, hát figyelj, szálljatok el, vagy ötleteljetek ezzel akkor. Igen, tehát